Ma elhoztam megint egy filmes ételt, egy ikonikus filmes ételt, hogy bemutassam nektek. És ha azt mondanám, hogy csúcsgasztronómia, akkor azt mondom rá, hogy Párizs. És ha azt mondom, hogy gusto, reni, ego, akkor nem tudom, kinek mi jut eszébe róla, hát nekem a lecsó. Néhány szóban elmondom, hogy mi is az a ratatouille. Igazából egy nagyon-nagyon egyszerű paraszti étel, ami nagyon hasonlít a mi lecsónkhoz, azzal a különbséggel, hogy nálunk a paradicsom, hagyma, paprika a domináns, a franciák tesznek hozzá egy kis padlizsánt, meg cukkinit. És ezt fogom ilyen pixárosan feldolgozni. Kezdjünk is bele! Minden nyersanyagot kétféle módon fogok felvágni. Ennek az a lényege, hogy ezekből az alapanyagokból egyrészt elkészítem a ratatouille-nak a hagyományos alapját, másik tekintetben pedig elkészítem azt az összeállítást, amivel pixáros lesz. Felszeletelek minden zöldséget ilyen nagyon szép vékonyra. Felvágom hozzá a paprikát is, a magházára nincs szükség. Tulajdonképpen ez lehet tetszőleges forma, hiszen ez a ratatouille alapba fog elkészülni. Paradicsom is legyen olyan vastag, mint az összes többi zöldség, és azokat a részeket, amiket már kényelmetlenül tudunk fogni, nem biztonságosan, azokat pedig majd megfőzzük egyben. Nem véletlen hagytam utoljára a padlizsánt, mert hajlamos a barnulásra, és tulajdonképpen esztétikailag nem néz annyira jól ki. Padlizsánt ugyanúgy felvágom kis karikákra, a többit pedig majd kockára vágjuk. Most összerakom a zöldségeket, mert ez egy nagyon fontos eleme a ratatouille pixár dizájnnak, hogy nagyon szépen tudjuk majd a végén tálalni. Így néz ki a sorrend, és ide szépen felsorakoztatom. Most pedig azt a zöldséget, amit nem karikáztunk fel, felkockázom úgy, mintha egy hagyományos ratatouille-t készítenék. Akkor most elkezdem elkészíteni a ratatouille-t. Az első szakaszában nagyon-nagyon hasonlít a mi lecsónkhoz. Öntök bele olajat, ez nem több talán, mint fél deci. Azért nem többet, mert az olívaolaj majd legalább még egyszer meg fog jelenni benne. Beledobom a fokhagymát, ezt egy kicsikét pirítom, majd mehet utána rögtön a vöröshagyma is. Aztán megsózom, mert meggyőződésem, hogyha a zöldségféléket korán sózzuk, akkor hamarabb elkészülnek. Beleteszem a paprikát, beteszem a paradicsomot, megszórom egy kis fűszerpaprikával, majd rá is öntöm a paradicsomkonzervet, beleteszem a maradék cukkinit padlizsánt, az összeset most már. Most pedig bele fogom vágni a zöld fűszereket, teszek bele kakukkfüvet, teszek bele rozmaringot, és teszek bele zsáját, illetve teszek bele friss bazsalikomot is. Ezeket így összevágom, teszek hozzá egy kis borsot, és az egészet készre párolom. Tulajdonképpen a ratatouille fele el is készült, amit én most egy ilyen botmixer segítségével így pépesíteni fogok. Ezt a ratatouille-t belekészítem egy tálba, és tulajdonképpen majd ebbe fogom megsütni. És akkor most felkészítem a gondosan előkészített többi zöldséget, így, hogy picikét belenyomkodom a pépesített ratatouille-ba. Sütés előtt egy kis sóbors, olaj, és mehet is be a sütőbe. 40 percig fogom 180 fokon sütni. Elkészült, szerintem nagyon szépen megsült, és nincs is más hátra, mint a tálalása, amit meg fogok mutatni. Jó étvágyat kívánok!
Ennyi volt mára, köszönöm szépen, aki elkészíti, annak jó játékot hozzá.